Halihó sárga pólósok, halihó ellenállók, sárga járás történik éppen. Nem is akárhol, egy olyan helyen, ahol valószínűleg nem nagyon számítanak a sárga pólósokra. Ugyanis a mai napon Anitának itt megy mellettem, ma kell bevonulni a Pálhalmára 9 napra börtönbe, és valószínűleg Dunaújvárosban számítottak emiatt ránk, vagy Szigetszentmiklóson, ahol birtokvédelmi tárgyalás van. Hát mi húztunk egy nagyot, és itt vagyunk Tatabányán, és megpróbálunk rögtön az első sárga járást a Cibaszok veled bankba megtenni. Kövesi Kati helyi bankja, István már ott is van, és ebbe a bankba bejutottunk. Nagyszerű. Ez az a bank, ahova Kövesi Katinak nagyon ritkán. Jó napot kívánunk! Na, azt mondja a biztonsági őr, hogy a kurva életben elaludtam, most jöttem be, tehát eddig kincstrázsált az ajtó előtt, és várt minket, és most bejutottunk. Ugye mutatom nektek Katit, hol a Kati? Itt a Kati, Kövesi Kati, aki már többször nem sikerült, hogy bejusson ide, de aztán van, amikor igen. És kit fogsz bemutatni a biztonsági őrnek? Hát sajnos az a biztonsági őr nincs itt, és nagyon sajnálom, hogy nincs itt, mert azt mondta, hogy te vagy az én főnököm. Hát én csak azt tudom mondani, hogy bemutatom Anitát, aki a Lacinak a főnöke, vagy pont fordítva. Nem, ez így. Én nekem nincs főnököm. Így van. Teljes mértékben egyedül üzöm az ipart. Így van. Hát és akkor itt most elkezdődött ezzel a bankkal, ügyesen csinálja a Kati, nagyon ügyesen. Lehet róla példát venni, nem nyúlik el úgy hét, hogy ne jönne be valamiért itt a bankba éppen balhézni vagy reklamálni. És hogyha minden károsult hetente egyszer bemenne a bankjába és ott balhézna, akkor semmi másból nem állnának a bankok, mint a balhézó ügyfelekből, hogy miért fosztották ki, és hogy, és számolják újra, és miért kezeli így, miért kezeli úgy, és hogyha ezt folyamatosan csak ezt megcsinálnátok, és mondjuk így, mint itt a többiek, a bejárattal szemben, vagy a ügyfelek, vagy az ügyintézők felé tartanátok a plakátokat, akkor bizony itt nagyon hamar megoldás lenne, térden állva könyörögnének a bankárok, hogy hagyjuk már abba, és ők hajlandók lennének inkább kártérítést fizetni, hogyha ez így lenne. Ez a bank, ez egy kurva nagy cibbank, ekkorában még nem is jártam. Nézzétek csak meg, hogy milyen hatalmas nagy cibbank ez. Most egyik hölgy utasítja a biztonsági őrt, hogy zárja is be az ajtót, mert ugye nyilván lehet, hogy többen, mert már nem fér be, meg ciki nekik, hogy bizony itt most reklamáló ügyfelek vannak, most nem lehet őket átverni. Igen, most nézem éppen, hogy... De benne hagyta a kulcsot, tehát tudunk menekülni, ha arról van szó. Tehát teljesen jól működne ez a dolog, hogyha itt bizony naponta százak és ezrek jönnének. Mutatok egy ilyen képet, amiben én is benne vagyok, nézzétek meg, milyen jól néz ki ez a hatalmas nagy Cibaszok veled bank. Hát most mi jártunk túl az eszükön, a Cibbankban mindig, ha meglátják az élő közvetítést, hogy elindul egy városba, ott azonnal bezárkoznak, és hívják a biztonsági őrüket, biztonsági szolgálatokat. És ami nagyon fontos, amiről ugye ma szól a mai napunk, azon kívül, hogy lopcsal, hazudik a bank, a bankárok vagyonának az elkobzása, a másik, amit itt hátul láttok, egyetlen jelöltet a Fidesz ellen követeljük minden körzetbe. Ez az álloga annak, hogy a bankárok el legyenek takarítva, hiszen Csányi Sándor is ezen izgul, többször nyilatkozott már ez a Hódmezővásárhelyi Fidesz vereség óta, hogy neki bizony nagyon nem tetszene, hogyha a Fidesz most elbukna, és ha Csányinak nem tetszik, akkor nem tetszik a Sumák Palinak se, és nem tetszik egyetlen bankárnak se. Még annyi lenne, hogy március... Bocsánat, egy kicsit csöndesebben legyen kedves, mert nem hallom, hogy mit mond a társam. Jó? Az a kérdésem, hogy te a videót és Kiabálni, mert nem tudnak ügyet intézni az ügyfelek, jó? És mi se tudjuk a véleménynyilvánítást csinálni rendesen, hogyha tetszik itt. Nagyon
nagyon értem. Szépen kérem, hogy a videózást... Bocsánat, akkor meghívhatjuk be, önt az OTP és birtokvédelmi tárgyalásoknál tanulnak, mert ugye ők azt mondják, hogy ha itt vagyunk, akkor nem tudnak ügyet intézni. Ön meg azt mondja, ha ön kiabál itt nagyon hangosan, akkor nincs, is lehet ügyet intézni. Nincs ügyfél, akivel most intéznünk kellene. Az előbb még láttam ott. Tehát akkor lehet kiabálni? Nem lehet kiabálni. Hát bocsánat, mert pontosan erről kezdtünk el beszélni. Igen. Nagyon jó. Igen. Jó, most már így tudjuk, akkor, hogy ki... Tehát akkor azt mondja, hogy lehet kiabálni. Nem, én nem azt mondtam. Hát akkor miért tetszik kiabálni? Nem, én azt mondtam, hogy szeretném kérni, hogy a videózást és a fényképezést azonnal szüntessék meg, jó? Mert tilos a bank területén videózni és fényképezni. Ezt én... Igen, bocsánat, számoljunk egy kicsit. Tessék velem számolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Legalább 12 kamerát számolok itt össze, és akkor tilos? Tehát ön ezt gondolja, hogy tilos? Én azt gondolom, hogy önnek tilos, tehát másnak tilos. Akkor én nekem szabad, mert önnek nem. Én nekem szabad? Jó. Lenne egy mondatom. Ez nagyszerű. Március 20-án volt 10 éve, hogy szerződést kötöttem a bankkal. Megtiszteltek azzal, hogy küldtek egy SMS-t, amiben azt mondták, hogy nagyon jó ügyfelük vagyok. Innétől fogva... Én hiába szeretnék egy rossz házasságból, egy rossz szerződésből kijönni, hogyha önök nem engedik. Az ön vezetői nem engedik. Igen, nem. Igen. Ahogy ön mondta, ez az ön története, én ezzel nem tudok mit kezdeni. Azért van itt, ez egy közös történet. Ez egy közös történet. Felférjétek az apám is magát. Most ne haragudjon. Mit csinálja? Nem miattam, de én is akasztam fel ide magamat, mit csinálja? Ha ezt mondja, hogy sátorozzak ide le, sátorozzak ide le, nyugodtan. Én személy szerint rágalmazásért fel fogom jelenteni, mert ez most nem mondja. Várjatok, megint egy fiókvezető akar igazoltatni. Hát az, hogy elkéri a személy igazolvány, meg a lakcímkárja. Mit képzelnek a bankárok magukról? Nem kértem el, tehát azért egy kicsit stílusos. Én is azt mondom, hogy akar, tehát még csak akar. Na, de bocsánat, csak térjünk vissza, hogy kinek mit szabad. Szeretném megkérni, távozzanak, igen. Ugyanis a fiók technikai okok miatt zárva van. Nagyon jó. És innentől kezdve csak olyan tartozhatnak be, akiket beengedünk. Egyébként ügyfél vagyok. Akiket nincs állapot. Szerettem volna ügyet intézni. Ne viccelje, mert mit képzel magáról? Szerettem volna egyszer is normálisan ügyet intézni, és nem volt rá lehetőség. Hát ez nagyon fölkapta a vizet. Megpróbálta kikapni. Ne vicceljen már. Jó, nem rendben, talán már le is lőne minket. Ja. Ugye? Persze. Mit jönnek? Pánik gombot? Nem bankot rabolni, mert minket rabolni. Az jó. Egyébként tudja most tett nagyon jót velünk, ugyanis amikor megérkeznek a rendőrök, mindig tízszeresére nő a nézőszám. Tehát alig várjuk már, hogy jöjjenek, mert sima kis... Nem a rendőröket fogjuk hívni, én nekem az a kérésem, igen. Hogy ez most egy magánterület, innentől kezdve a magánterületen csak azt tartózkodhat, akit a bank megenged, a bank magatartási szabályai alapján, ezért szeretném kérni, hogy mindenki távozzon el. Tudom, de azért egyébként nem adtak a saját ingatlanba, amit fizetünk becsülettel, igaz? És utána még kitalált saját tartozásokat rátesznek, igaz? Akkor kibaszhatnak. Bocsánat. Hát ez nagyon jó. Kedves nézők, osszátok, elindult a sárga járás Tatabányán, nem is akár hogyan. Természetesen a többi bank is sorra kerül. Anita már jelzi, hogy lejárt az erre tervezett 10 perc. Még van 2 percünk? Még 2 percünk van. Jó, Anita, még csak egy ilyen figyelmeztetést adott, hogy le fog járni mindjárt a 10 percünk. Elmondanám, hogy rossz hiszeműen, hiába írtam 2 éven keresztül a banknak a leveleket, rossz hiszeműen minden egyes alkalommal visszadobták. Na. Semmi megegyezés. Katalin, nem. Semmi megegyezés. Körülbelül minden fiók annyit... Na, tudja, ezért nem az önházához mentünk, hanem a bankba vagyunk, ahol a sérelem érte a Katalin, meg az István. Igen. Én úgy gondolom, hogy itt kötöttem a szerződést. Igen, de egyelőre nem látjuk, hogy nyitva lenne, mert vannak bent mások is. Bocsánat, csak vannak bent mások is. Ha mindenki kimegy, akkor mi is. Szíveskedjenek. Bocsásson meg. De akkor a többi ügyfélnek is ki kell mennie. Szíveskedjenek.
Ha majd minden ügyfél kimegy, akkor mi is. A jutalékért mindent meg kell. Igen. Itt már itt van a Fidesz szavazó doboza. Hoppá! Mert hogy az MKK ugye állami Fidesz közeli cég, és a szavazó dobozt már ide berakták. Hát ez nagyon rá is van. Magnak itt van az üzenet. Rá is írták, hogy Fideszes, úgyhogy... Fidesz doboz. Fideszmentes igazságszolgáltatást. Mi erre szavazunk? Egyetlen jelöltet a Fidesz ellen. Így van. Igen, ez egy ilyen szavazó urna. Leadjuk a voksunkat. Na, letelt az idő. Letelt az idő, úgyis. Hát akkor... Na. Igen. Na, kedves nézők, lejárt a 10 perc Anita szerint, úgyhogy most éppen egy következő bankot fogunk megnézni. Na, látja, milyen jókor jöttünk? Látjátok, kedves nézők, lehet jókor érkezni a bankba. Vigyázzanak, mert ezek nagyon zsiványok ebben a bankban. Jó, a pénzükre is, meg ilyenekre nagyon vigyázzanak, meg a házukra is. Igen. Igen. Így van. Na, oké, gyerekek. Kati, akkor... Kati, az, amit az előbb mondtál, azt a menekülő utasat nézzük meg. Tudod, hogy hogy jutunk el? Itt elmegyünk. Okay. Na, menjünk, mutassad az utat. De te vagy itt, hogy... Hát, nyilván. Lőrinc bankja, kedves nézők, Lőrinc bankja következik. Hatalmas nézettségünk volt itt Tatabánya főterén. Rengeteg ember állt itt a cibelőt, és nézték, hogy vajon mi ez, ami itt folyik. Most pedig megnézzük Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc bankját. Ezek a szirénák viszont lehet, hogy már a bank pánik gombja miatt jöttek. Mi meg szépen ügyesen... Már azt mondta a fiók, hogy nem hívja a rendőrséget, hanem csak a biztonságot. Hát jó, hát azok meghívják, ugye kötelező nekik. Nem itt kell mennünk ezen a átjáron, Kati? Persze. Még mindig látnak. Jó. Kati most egy olyan útvonalon fog minket vezetni a Orbán és Lőrinc bankjához, hogy hát, ha nem veszik észre. Ugye legutóbb, amikor itt jártunk, akkor kiszúrtak minket, és már nem jutottunk be a bankba, nem tudtunk véleményt nyilvánítani. Most megnézzük, hogy hát, hogyha több szerencsénk van. Új nézőknek mondjuk, Anitának ma kell vonulni a Pálhalmára 9 napra. Valószínű Dunaújvárosba várnak minket. Ott várták, hogy jó nagy balhé legyen. Ehelyett mi természetesen a másik irányba indultunk el, és Tatabányán megvárjuk ezt a szirénázást. Tatabányán csináljuk meg a sárga járás, ahol is bankokba találunk valószínűleg egy Fidesz irodát is, meg úgy tudjuk, hogy lesz egy MSZP iroda is, ahol véleményt fogunk nyilvánítani. Aha. Hát jó, hát figyelj, ezek ilyenek. Amikor ki kell adni a kölcsönt, akkor marha nagy szájuk nekik, mindent megígérnek, és amikor meg jössz reklamálni, akkor pedig kitessékelnek, rendőrt hívnak, biztonsági szolgálatot, és mindent kitalálnak, hogy ne tudjál reklamálni. Ezen múlna egyébként, ha minden károsult állandóan menne reklamálni, akkor bizony lenne. Igen, Gyula, Anitának 9 nap a bajcsis leülés miatt, emiatt kellene neki mai napon bevonulni Pálhalmára. Reggel 8 óta várják őt. Nyilván ugye a bevonulás éjfélig bármikor megteheti. De én úgy döntöttem, hogy Tamás gombot a finomára. Igen, inkább most itt fogunk egy gombócot enni. Egy jó szilvás gombóc többet ér. Nem lesz mákos szilvás gombóc Pálhalmán, úgyhogy az szinte biztos. Nem pál, és ugye az előállítást az 5 nap múlva foganatosíták, vagy az elővezetését, úgyhogy azután adják csak ki a körözést is, úgyhogy egyelőre még Anita jól van. Meglátjuk, hogy ma este még oda megyünk-e. Na, kicsit lassíts, Kati, és akkor... És megmutatom nektek, itt vagyunk a MKB banknál. Aha. Megnézzük, hogy ide most bejutunk-e. Múltkor nem sikerült, kedves nézők. Mehettek. Mehettek. Lemenjél elő, nincs közajtó. Úgy csak azért, mert Kati nincs sárgában, nyílik az ajtó, és sikerült. Jó napot kívánunk! Hogy örülnek nekünk? Természetesen Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor bankjába érkeztünk. Jó napot kívánunk!
Itt állnak a többiek már a bejáratnál. Általában ez a bank szokott az lenni, ahol alig van ügyfél, itt feltűnően másképpen van. Lehet, hogy meg közel vagyunk Bicskéhez, tehát itt nagyon gyorsan tudják tisztára mosni a lóvét. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat jelenleg az MKB bank a rossz oligarha hitelek miatt, tehát ha mondjuk bukik a Fidesz, akkor egész biztos, hogy buknak az oligarchák is, és bukik az MKB bank is teljes mértékben, tehát ez abszolút benne van. 10 percet fogunk itt is véleményt nyilvánítani. Anita fogja mondani, amikor tesszük ezt. Szép jó napot, hölgyeim! Jó napot kívánok, hogy tetszik lenni! Mi nagyon jó, azt legyen szíves kikapcsolni. Igen? Minden esetre. Véleménynyilvánítás folyik, 10 percet leszünk a bankban. Jó, hát én is vélemény nyilvánítok. Jó, nagyon jó, kér egy plakátot. Adjatok már az úrnak egy plakátot. Magunkat, jó? Igen. Egy plakátot Marika az úrnak, szeretne ő is vélemény nyilvánítani. Ez a bank lopcsal hazudik. És maga? Hogy? És ön? De önt kérdeztünk először, hogy oldja meg a bedőlt hitelét. Most mondta, hogy van bedőlt hitele. Már kifizettem. Jó, nagyon jó, mi még nem, úgyhogy nekünk még van okunk véleményt nyilvánítani. Nekünk még van okunk véleményt nyilvánítani. No, tehát kedves nézők, azt tudjátok, hogy aki az MKB banknak egy fillért is fizet, az olyan, mintha Orbán Viktor zsebébe, vagy Mészáros Lőrinc zsebébe tenné a pénzt, tehát ennél a banknál fokozottan igaz, hogy ne fizess. Most jelzi a biztonsági őr valakinek, hogy itt bizony megérkeztek a sárga pólósok, tehát a sárga járás elérte az MKB bankot. Százak. Mert akkor találkozhatnánk vele, nem? Igen. Igen, reméljük, hogy Lőrincnek telefonált, így van. És jönni fog, és itt azt mondja, hogy jó gyerekek, hát akkor oldjuk már meg, szólok a Viktornak, hát úgyis én vagyok a strómanja, vagy ugye azt mondta, hogy de, hogy vagyok én Orbán Viktor strómanja. Hogy lennék már én Orbán Viktor strómanja? De biztos, hogy jó haverságban vannak, tehát szólnak, hogy figyelj Viktor, intézd már el ezt a sevizás kölcsön, tehát ez nem jó így. Hát most bejönnek állandóan a bankunkba ezek a sárga pólósok, és jó lenne, hogyha most már százak és ezrek jönnének újból be a bankokba, és mások is ezt csinálnák. És ami a legfontosabb, ugye Tamásnál is mutatom, itt van az egyetlen jelölte, a Fidesz ellen követeljük ezt minden körzetben. Ugye nagyon fontos, hogy ha a Fidesz megy, akkor megy az MKB bank is, és vele bukik Csányi és a teljes bankrendszer, hiszen Csányi ezen már rettentő módon izgul, ugye többször fejtette ki. Sőt, és tegyük hozzá még azt is, hogy kollaboráns, aki megosztja a választókat. Így van, pontosan, tehát jelen pillanatban az nagyon-nagyon fontos, hogy egyetlen jelölt legyen, mutatom még egyszer, egyetlen jelölt legyen a Fidesz ellen minden körzetben. Ugye itt nagyban is meg tudjátok ezt nézni. Itt pedig ugye a végrehajtások leállítása, ami valószínűleg ezzel akkor következni fog, tehát ha a bankár Fidesz kormány megy, akkor a végrehajtások le lesznek állítva. Úgy gondolom, hogy ez azért a választás után nagyon hamar meg fog történni. Ehhez pedig az kell, hogy ti is százak és ezrek induljatok, mozduljatok, és ti magatok is nyilvánítsatok vélemény bankokban, politikusok házánál, bankárok házánál, pártirodáknál, és az ellenzéket pedig együtt vegyük rá arra, hogy amit itt megint mutatom nektek, hogy lássunk, hogy egyetlen jelölt legyen a Fidesz ellen minden körzetben. Tehát látjátok, azért van egy-két idomított majom ebben az ellenzéki pártokban is, ugye a Gyurcsány és a Vona, akik egyértelműen ellene vannak ennek a gondolatkörnek, tehát őket mindenképpen rá kell venni, de azért olyan nagyon ne gondoljunk másoknál is többet, mert ugye azt mondja Szél Barnedet, hogy ő azért benne lenne ebbe a dologba, de tegnap például azt nyilatkozta, hogy hát ő megtartaná Polt Pétert, hogyha tudná jól viselkedni legfőbb ügyésznek. Hát azért erről van egy-két gondolatunk. Mi az, hogy Polt Pétert maradjon? Igen, tegnap olvastam, meg Marikáik is olvasták ugye ezt a hírt, hogy azt mondta, hogy abban az esetben, tehát jelenlegi állapotban nem, tehát hogyha így viselkedik, így nem végzi jól a munkáját, Polt Péter, akkor így nem, de hogyha tudna úgy, ahogy a következő kormány szeretné, akkor igen, tehát hogyha be tud úgy szépen simulni, akkor maradhat Polt Péter. Tehát én nem is értem, hogy ilyen kijelentést hogy lehet tenni egyáltalán. Igen. És akkor még ők vádolják Gyurcsányt, hogy be volt rúgva. Hát hogy lehet éppen ennyi ember mond ilyet, hogy Polt Péter maradjon a helyén, aki...
aki teljes... Én nekem az a meglátásom, ez egy választási cirkusz, ez az egész úgy, ahogy van. Tehát látni, hogy az ellenzék az nem akar megegyezni, vagy már megegyezett mindenki mindenkivel, és csak a jó kampánypénzekről szól minden, mert tehát az, aki a legjobban osztotta az észt, mondjuk Szél Bernadett, ilyen dolgok kiderülnek, hogy Pol Péter maradhat, hát akkor gyakorlatilag hogy akarjátok leváltani a kormányt? Így van. Így van, látom, már is a poltra is többen rámozdultak és írtak hozzá, egy fasság. Krisztiánnak is van ehhez. Lefordítom ezt a mondatot magyarra, egy kérdésé. Bevesztek a buliba? Ezt mondta Szél Bernadett. Igen, még akár ez is lehet. Természetesen itt mindenkit el kell küldeni. De jó, többen fényképeznek nem minket a bankba. Nagyon örülünk neki. Nem, szabad, hát ez ironia volt, természetesen mások is kameráznak minket. Továbbra is a mai sárgajárás erről szól, hogy egyetlen jelöltet a Fidesz ellen, és ha a Fidesz megy, akkor természetesen az egész mocskos bankrendszer is megy. Várj, picit fordítom. Vannak ezek a kis pártocskák, akik most jöttek a semmiből. El lehet odaadni 3 milliárd forint közpénzt azért, hogy szórakozzanak meg, úgyse lesz ebből semmi. Ezt... Úgyhogy valószínűleg másolták, egyre több helyen derült, hogy másolták az aláírásokat, tehát nem lett volna meg. És Ferdinánd, kiről derült ki még, hogy másolta valószínűleg? Rezsi Szilárdról kiderült, ugye ő Csepeli Soroksár képviselőjelöltje, hogy halotti adatokat hoztak be a szavazók bázisába. Tehát valószínű azokat a neveket, tehát meg sem nézték, hogy kik ezek, akik 4 évvel ezelőtt még éltek talán, és automatikusan behozták őket, mint választópolgárok. És tehát, ez ezer, az annyi, hogy 1000 okirathamisítás lenne ez akkor? 1000 rendbeli okirathamisítás. Szerintem. Tehát remélem Rezsi Szilárd már ül valahol. Tehát... 1000-szer 1-től 3 évig. 1000-szer 1-től 3 évig. Igen, ez így nekünk elég is lenne. Tehát reméljük, hogy Polt Péter, ugye most már tudjuk, hogy Szél Bernadett nagy barátja, ezek szerint, akkor rohant, és mondjuk Rezsi Szilárdra. Ez egy munkahely. Tessék már engem. Hellóka, ne rángasson már. Ez egy munkahely, és ugye zavarják a munkahelyet. Ön kiabál, bocsánat. Ön is kiabál, mert önöktől hangzik az egész bankfió. Kedves nézők, mondjátok már meg, hogy kitől kihallatszott. Ez az agresszív nő, aki itt rángatta a vállamat, és üvöltözött, tudjuk, hogy ez ügyfél volt, vagy valami jelöl? Nincs, hogy ki volt. Csak megszokta a vállamat. Igen, igen. Tessék szólni a Mészáros, ne pipattant a fordából is. Ügyintéző volt, aki fölpattant és elkezdett üvöltözni, mint a fába szorult félre, és itt rángatja a vállunkat. Nem, mert én is abban vagyok. Igen. Fába szorult vagyok, sőt, vasdízbe is belevetek. Ja, de én legalább vállalok. Igen. 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 Nem olyan sokára. Igen. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy kint lehet. Majd azt Anita tudja. Anita az időkura. Tehát mutatom, Anita fog szólni, hogy mikor járt le az idő. És amikor Anita azt mondja, akkor... Fogom én is, köszönöm, csak most már lecsúszott így. Kicsit kezd jó idő lenni, tehát én most már a Jackie-met levettem, Anita még bírja, tehát Anita nagyon bírja a meleget. Hát most meg már a menedzsere is, tehát a time menedzserré lépett elő a biztonsági őr, itt a Zolinak próbálja megmagyarázni, hogy mire legyen ideje, és mivel töltse az idejét, úgyhogy ez... Ez is különösen szóval, jó. De szintén bejárjuk a munkájére, ugye? Szóval, az teljesen jó. Ez felszokalomból. Mert ugye van egy olyan, hogy kommunista szombat. Így van, ami minden nap szombat. Minden nap kommunista szombat. Hallod, valamit ez a Mészáros Lőrinc baromi jól csinál, hogyha a biztonsági őr szorgalomból szabad idejében is bejár a bankba. De valamit nagyon tud. Ő maga állította, igen. Nagyon tud. Csavargók vagyunk, meg munkanélküliek, úgy tűnik, mi nem dolgozunk, úgyhogy kell. Hát még szerencsé, hogy nem lát bele a mindennapokba, mert valószínűleg egy kicsit más volna a véleménye, de azért ettől függetlenül örülünk, hogy olyan szorgalmas emberrel találkoztunk, aki zsebretett kézzel, mint őr, egész napokat képes végigállni itt a bankban. Ugye, így van. Munkának... Ennyi szerettem volna, csak elmondani röpke pillanatok alatt. Na. És már is Mészáros Lőrinc cégénél, az MKB bankban találtunk egy fontos szabálytalanságot. A biztonsági őr nem szabályosan hordja a fegyverét. Anita meg azt mondja, hogy letelt a 10 perc, és akkor szabadon választott következő bank. Marika. Ki van
írva, hogy a változáshoz most 24 óra is elég. Én remélem, hogy még nem 24 óra, de a választásokig mindenki eldönti, és látjátok, hogy kire kell szavazni, úgyhogy a Fidesznek mennie kell, ezt tudjuk mondani, ez kell a változás. És akkor megy Mészáros Lőrinc, megy Orbán Viktor, mennek a Strómanok, és már kereshetjük is a következő helyszínt. Igen, kimegy, aki az előbb itt a vállamat fogdosta és kiabált hangosan, az már ő maga is távozik velünk együtt a bankból. Én azt észrevettem, hogy te a legtöbb fiókvezetőnek bejössz, mert mindig téged fogdosnak. Mindig fogdosnak. Jó. Raiffeisen is itt van közel, igen, igen, azt is. Várja, ott valamit lesz, nem zártak le, jó. Tehát akkor a következő az valószínű a Raiffeisen Bank lesz, legalábbis sorban az jön, Kati már lépked is elől, hogy minél előbb odaérjen, az már nem az ő bankja, de ugye mi nem a saját bankjaink felé megyünk folyamatosan, hanem mindenütt, ahol szükség van arra, hogy a bankoknak elmondjuk, hogy itt bizony nagy kifosztás és nagy csalás, lopás történt, és hát természetesen az embereknek is. És hát ebből adódóan, hogyha ezt jó sokan, százak és ezrek csinálnák minden nap, akkor bizony az történne, hogy megoldanák ezt a sevizás problémát. Ki a vezetőjük? Nincsen vezetőnk. Igen? A Revitől vagyok, biztonsági. Jó, jöjjön velünk, ha van kedve. Hát bocsánat, mi köze van hozzá, már ne haragudjon. Itt egy úr ide jött hozzánk, az utcán. Tatabánya, ez egy különleges város, gyerekek. A múltkor is, a legutóbbi alkalommal az OTP fiók vezetője az utcán akart igazoltatni minket. Most meg a... Ő mit, igen, mint teljesen hivatalos. Most meg valaki... Hát ez óriási. Igen, ez a Tatabánya, ez nagyon különleges hely. Ahogy járjuk így az országot, egyre több különleges dologgal találkozunk, kedves nézők. Érdemes lenne nektek is kipróbálni a saját lakóhelyeteket. Kivel veszekedni? Igen, most már megint van élő közvetítésünk. Sziasztok, kedves nézők! Gyere István tovább a következő helyre, és aztán majd... Igen. Istvánnal a biztonsági őrök, mert hogy ugye István is cibbaszok veled, bankos, és Sumákpali házánál jó sokat van, így a biztonsági őrök most kicsit belekötöttek, de most már jön ő is. Nem is értem egyébként ezeket a biztonsági őröket, hogy mire verik a nyálukat. Hát nem történik semmi olyan, amiből nekik hátrányuk lenne. A biztonsági őr, hát nem igazolta magát. Nem igazolta, csak mondta, igen. Egyébként meg az utcán vagyunk, tehát nem is értem. Nem is értem. Észak-Koreából. Lehet, hogy majd a te vádiratod is így fog megjelenni. Így van. Így van, és közben jönnek a lájkok a járókelőktől. Ugye oda verődött mellénk ez a fekete ruhás ember, bárki lehetett. Nem igazolta magát, elkezdett lögdösödni, arrogánsan beszélt. Azt se tudtam kicsoda, hát szóval mondta neki, uram, azért először akkor mutatkozzon be, vagy igazolja magát. Ez egyetlen mit akar, vagy ki, de egyébként is kim vagyunk az utcák közterületen. Hát, köze van hozzá, így van. Hát, jó kinézünk már, hogy biztonsági, magukat biztonsági őrnek mondó fekete ruhások az utcán akarnak itt velünk bármit is csinálni, hát felejtsék ezt el. Kedves nézők, a következő helyszín az a Raiffeisen Bank. Ugye ő adja a díszletet a Fidesz eltakarítására, mert ugye a mai napot annak szántuk, hogy a Fidesznek mennie kell, és ezt egyetlen egy módon tudjuk biztosan megtenni, ha minden körzetben egyetlen egy jelöltet állít az ellenzék. Ferdinánd már be is lépett az elsőn, és már látjuk is, nézzétek meg, ezt én már láttam, szép, hogy itt benne van a zár. Hogy van? Raiffeisen Bank biztonsági őre nagyon mosolyog. Jó napot kívánunk! Sikerült neki előttünk bezárni az ajtót. Ez egyébként nagy sikerélmény. A múltkori alkalommal ez egyébként a Cibaszok Veled Banknak és az MKB Banknak sikerült. Akkor a Raiffeisen Bankban nagyon jó kis véleménynyilvánítást valósítottunk meg. Hát most itt nem tudunk bemenni, marad a külső felület. Viszontlátásra valószínű, hogy ez ma... Viszont teljesen jól tud mutatni, nagyon jó kis portálja van ennek a banknak. Jó. Akkor a nagy csalplakát. Csalsorozat, persze, hát ha kéznél van, akkor az is menjen ki. Ha megfogod, akkor én is neki fogok ragaszgatni. Oké, köszönöm szépen, ha elfér nálad.
Persze. Már ha tartod, akkor én már teszem. Kisztel, fogd meg egy kicsit. Kicsit. Ez a bank lopcsal hazudik. Hol van a csal? Adjam a csalcsomat? Itt van egy. Na, oké. Nem, az marad. Jó, csak azért, hogy marad. Ezt itt hagyjuk nekik emlékbe. Tehát akkor a Ráfászken bongnál. Minket egyáltalán nem zavar egyébként, ha nem jutunk be, mert egyre több járókelő néz minket, azáltal, hogy itt kint vagyunk a bank előtt. Tehát így még jobb tud lenni ez a történet. Tehát tudjuk, hogy a Ráfászken bank és csal ugyanúgy, mint az összes többi. Természetesen le kell állítani a végrehajtásokat, de ez akkor fog működni, amikor a Fideszt eltakarítottuk, mert látjuk, hogy a Fidesz, ha le akarta volna állítani, akkor már rég megtette volna. A Fidesz ezt nem akarja megtenni, természetesen a sárga szalag, ha véletlen nem tudnák, hogy mi voltunk itt, akkor ez is kikerül ide. Ó, szuper, oda fölkerült még egy akár. Még egy sárga szalag. Egyre jobban néz ki. Nem baj, hogyha még egy van, az a biztos. Mi? Kedves nézők, ez akkor lesz igazán izgalmas, amikor százak és ezrek fogják ezt csinálni minden nap, minden hétvégén, és akkor biztos, hogy nagy nyereménye lesz az embereknek. A nyeremény az lesz, hogy megszűnnek a seviza kölcsönök, és elindulnak a kártérítések. Ehhez semmi másra nincs szükség, mint vélemény nyilvánításra. Lehet, hogy nem is tudják a döntéshozók, hogy mekkora probléma van, mert nem álltok ki magatokért, tehát ez ezen múlik, közben itt kinyitom a ragasztómat, és szerintem... Egyébként, hogy mondod, hogy ugye megszűnnek a sevizahitelek és a kártérítések kifizetése, és gyerekek, az ország fel fog virágozni, mert az emberek nem végre a bankba viszik a pénzüket, hanem a bankok majd megszűnnek, majd visszarendeződnek oda, ahol 20 évvel ezelőtt voltak, hogy tényleg majd normálisan kedvező ajánlatokat fognak tenni, és végre pörögni fog a gazdaság. És ha pörög a gazdaság, akkor ott mindenki jól fog élni, nem csak a bankárok. És, hajrá! Így van. És nekünk Magyarország az első, a magyar néppel. Természetesen. Nem üres. Úgyhogy legyen élettere, legyen munka lehetősége, legyen élet öröme ebbe az országban. Így van. És Kati, ugye, ha jól tudjuk, így, mint helyismerettel, hogy itt a belvárosban már csak egy bank van otthon, Tipró Picsányi. Még van még egy? Az melyik? OTP meg a KM, nem, Erste. És az Erste az merre? Itt a sarkon, ugye? Jó, akkor nézzük meg, hogy melyikbe jutunk be előbb. Ugye azt vettük észre, hogy amikor valahol elindítjuk az élő közvetítést, az valószínűleg a bankbiztonság figyeli, tehát elég hamar bezárják a bankokat. Most kellett nekik legalább 20-25 perc, hiszen két bankot is, majdnem 30 a Ráfászken banknak, két bankot is meg tudtunk csinálni, meg volt két bank, de kívülről természetesen a Ráfászken bankra is föl tudtuk tenni a plakátokat, és most azt kell eldöntenünk, nagyon nagy döntés előtt állnak a sárga pólósok itt Tatabányán, hogy amikor itt kiérünk ennek a sétáló utcának a végére, vagy itt a két üzletsor közül, jobbra vagy balra menjünk, hiszen az egyik oldalon valószínű az Elveszenz bank lesz, a másikon pedig otthon Tipró Picsányi bankja. Ez az OTP bank, ahol le akartak igazoltatni. Ahol utcán minket. Akartak minket igazoltatni, igen. Ja, nem is itt van az Elveszenz. Hol az Elveszenz bank? Hát a mögött. Hát akkor marad az otthon Tipró Picsányi, az azért csak közelebb van. Mindjárt kiderül, hogy ők nézik-e, tehát az ő bankbiztonságuk föl van-e iratkozva a Nem adom a házamat mozgalom élő közvetítésére, értesítésre, és nézik-e. Másik meg gondolom zsebredett kézzel a másik bank egész nap, és bennünket próbál minősíteni, hogy ki hogyan dolgozik, meg ki hogy nem dolgozik. Hát elmondanám neki, hogy még munkát nem látott életébe, szerencsétlen, csak az állást ott tudja, hogy van. Most se tudja, mit véd szerencsétlen. Ez az ajtó zárva. Na nézzük, hogy mi lesz itt. Meghúzunk, itt van, hogy húzni. Igen, hát ez nem sikerült. Jó napot kívánok! Jaj, de jó kellő itt is. Gyerekek, milyen érdekes. Lehet, hogy ő a Tatabányán. Anya, megfogom.
Milyen érdekes, hogy azokban a bankokban, ahova nem jutunk be, ott teljesen más hangulata van a biztonsági örök. Fütyülésznek, jó kedvük van itt a ragasztó. Sikerült varázsolni. Igen, azt hiszik. Igen. De egyébként nagyon jól érzek ki bezárva. Sokkal jobb. Sokkal jobb, mint nyitva. Sokáig be lesz bezárva még. Most erre kíváncsi leszek. Hát ez így van, hát marad itt is kint, hát nem hiszem, hogy ez... Nem befelé, hanem kifelé, de ide is, hogy egyetlen jelölt, de... És hogy milyen volt, hát azért a gépbehajtás... Persze, várj, csak elhagyom, itt van ez, adom jobban. Igen, egy ragasztó bénulás is történt itt az előbb. Nem, azt én kinyitottam már neked. De most várjál, ne... Lecsukta, ott van, nézd csak. Mert a Fidel kilopta belőle a ragasztót. Így van. Azért nem működik. Ja, még a Marikánál még van egy. Nem, mert ugyanúgy elszakadt a süt, ugyanúgy vissza. Igen, ez könnyű eltépni, és könnyen eltépődik magától is. De én már is megvan. Jó, így van. Ez az önszakadós, ugye? Igen. És önmaga elszakad, még mielőtt le tudnád szedni róla. Marika meg már keresi is a nagy csalcsomagot, amit itt kívülnek. Azért egy végrehajtásokat ide tegyünk. Ahogy szimpatikus. Nem olyan nagy probléma, mert ugye nekünk legalább akkora hírértéke van, ha nem jutunk be egy bankba, mint ha bejutunk. Sokkal látványosabb. Igen, mert ugye most ide kimegyünk az előtért, vagy a bank elé. Még egyszer csaj. A csalcsomag. Közben a Sándor Laci pedig erre a másik. Ja, lehet tőlem akárhova. Nekem ebben nincsen. A sárga porosok nagyon hamar kompromisszumot tudnak kötni. Bármikor, bárhova felragasztanak bármit. És ami a legfontosabb, így van azt, amit a kamerázlat, az egyetlen jelöltet. Ez az egyik legfontosabb üzenete a mai napnak és április 8-áig mindennek, hogy ne kockáztassuk azt meg, hogy a Fidesz itt maradjon, és erre szólítsunk fel minden ellenzéki pártot és minden ellenzéki jelöltet, hogy minden körzetben egyezzenek meg, hogy egyetlen jelölt legyen a Fidesz ellen. Hát itt sokkal szebben néz ki. Hát ez sokan beszédesebb, így van. Elnézést. Így van. Ezt meg kéne bizonyítani. Már be van bizonyítva. Be van bizonyítva. Azt mondja, hogy be kéne bizonyítani. Hát Magyarországon jelen jogi állapotokat és közjogi állapotokat nézve ez teljesen fölösleges és ezt bizonygatni, hiszen emberek tucatjai, ezrei, tízezrei rokkantak már bele ebbe a banki csalásba, és ugye tudjuk, sőt az igazságügyminisztérium saját adata 900 ezer banki végrehajtás van, és még azt mondja itt egy hölgy, hogy be kellene bizonyítani, hogy csaltak a bankok. Hogy a francba lehet az, hogy egy országban 900 ezer családot akarnak utcára tenni, hanem csalással, lopással, árulással, hiszen az is látszott, az már be volt bizonyítva, hogy tisztességtelenek voltak a bankok, és én azt gondolom, ez a csal, ez ennek is bőven megfelel. És hol volt az elveszem? Mit mondtál ott a főúton? Szerintem simán. És akkor még egy bank van itt a belvárosban, utána pedig Fidesz és MSZP irodát fogunk keresni. Ugye a Fidesz irodában a fejükhöz vágjuk, hogy lopnak, csalnak, hazudnak. A MSZP-nél pedig követelni fogjuk, hogy egyetlen jelölt legyen. Más pártirodákat nem tudunk itt a belvárosban, úgyhogy egyelőre csak ehhez a kettőhöz fogunk elmenni. És hát természetesen majd még egyéb mókák is várhatók a mai napon. Jól alakul ez a kis kampány rendezvény. Kati már keresi is, elveszem bankot.
Ugye, itt jönnek a sárga pólósok, meg előttünk is sárga pólósok, és itt Tatabánya lakossága nagyokat néz, hogy hogy is van ez. Már megint a... Na? Megoldjuk. Vagy bejutunk, vagy nem. Tehát ez a két lehetőség. Van ugye itt a Ráfászken Mangnak a hátsó üvegportája is elénk keveredett, ahova ugye a másik oldalról nem tudtunk bejutni, ide meg nincs ajtó, tehát ez így azért nem működik, ugye. Itt a biztonsági őr szemfüles volt, és jó, hogy előre örült, nagyon szimpatikus volt, és örült neki. Ez abból adódik, hogy egész biztos figyeli az élő közvetítésünket. És csak majd én innen fogok jönni, és innen észre se vesznek. Elveszem, Zmank van a bokrok mögött. Kíváncsian várom. Ó, a nagyra nyitott szájú kisfiú, imádjuk, hogy csodálkozik a sárga pólósokon. Jól látja, tényleg ennyi? Hát én is azt gondolom, hogy tényleg ennyi, miért nincs 100 és 1000 ember minden alkalommal a bankoknál. Kati már nyitotta is az egyik ajtót, és nyitjuk a... Nem nyitjuk. Hát, bizony az Elveszem Zbank is. Fúj, de büdös van, gyerek. Igen, itt egy kicsit büdös van. Az Elveszem Zbank is figyeli ezek szerint a Nem adom a házamat mozgalom videóit. A sárga pólósok hamar rákerültek az értesítési listákra, tehát az Elveszem Zbanknál is zárt ajtókat találunk. Lassan eljutunk oda, hogy minden banknak állandóan zárva lesznek az ajtói. Ez teljesen jó. Gondoljátok el, kedves nézők, ha százak és ezrek lennétek minden nap a bankok előtt, ezek ki se nyitnának. Egész egyszerűen csak itt kellene állni, hiszen ha most lenne időnk, és itt állnánk a bank előtt egész nap, meddig van ma nyitva ez a bank, vagy mikor lenne nyitva ki? Hol van? Szídnának a kuncsak. 17 óra körül. 16-ig, tehát ha most 4 óráig ráérnénk, és itt állnánk így, mutatok egy ilyen kis körképet, hogy itt állnánk így a bank előtt, akkor ez 16 óráig biztos, hogy ki se nyitna, és ugyanígy történne a Ráfászken Banknál, most már nem nyitna vissza a Cibaszok Veled Bank, az OTP és az MKB sem. Tehát csak ezen múlik, kedves nézők, hogy százak vagy ezrek itt álltok, vagy nem álltok itt, és azonnal be tudnánk az összes bankot záratni, és az összes bank előbb-utóbb azt mondaná, hogy jó, egyezünk már meg, és fizetjük a kártérítéseket. Ugye a sárga pólósok akkor még nem sárga pólóban, egy évvel ezelőtt, március végén volt az első eset, amikor egy otthontipró Picsányi bankot egy egész napra bezárattak, és a rendőrök is csak így széttették a kezüket, hogy de hát ők zártak be maguktól, hát nem maguk voltak a hibások. Akkor még ugye Major Krisztina is ezt mondta, meg Pinezis Szilárd is. Ma már Major Krisztina, ha csak teheti, akkor megpróbál engem előállítani. És ugye Bettina pedig erre rátromfol azzal, hogy följelent. Ugye nagyon sokaknak tetszik, amit csinálunk. Ide nem fér ki a csalcsomag, vagy elfogyott? Elfogyott állam. De a másik táskában a kamerát odaadom Anitának, és van másik táska, és másik táskában természetesen van csalcsomag. Most egy festéktakarékos csalcsomagot fogunk föltenni, ahol ugye erősen csak a körvonala van a csalnak, így körvonalozódik a banki csalás, így is mondhatnánk. Na, ide közben föl is került. Igen. És akkor innen mennyi időre van a Fidesz iroda meg a MSZP? 15 perc gyalog. Akkor ki fogjuk kapcsolni az élő közvetítést nem sokára, kedves nézők, és bekapcsolódunk, amikor ott leszünk a Fidesz és MSZP irodánál, amikor ti ugye közel van egymáshoz, tehát ott egy közvetítésben lenyomjuk. Verbális reklámhack. Hát nézd meg, itt van. Itt van a lényeg, jól látja, tényleg ennyi. Ha felveszi ezt a személyi kölcsönt, akkor önnek is ennyi. Így van, ez nagyon jó duma, amit Krisztián kitalál. Krisztiánnak ez a fajta humora az rendkívül nagyokat szokott ütni, és jól betalál. Közben itt a sötét oldalon vagyunk, egy kicsit hűvösödik, ezért a kapusznit fölteszem, közben pedig a kirakatra felkerült az üzenet. Ez a bank lopcsal, hazudik, egyetlen jelöltet a Fidesz ellen, és a csal, a végrehajtások leállítása, szerintem ez baromi jól néz ki. És kedves nézők, most elköszönünk. Fidesz és a
MSZP irodától fogunk jelentkezni, ahol természetesen az MSZP irodánál szintén az egyetlen jelöltet fogjuk követelni. Fidesznek meg a fejükre olvassuk, hogy lopnak, csalnak, hazudnak. Ti magatok is tégyétek ezt minél többször, akkor lesz megoldás. Mutatunk egy bankhátteres közös képet. Sárga pólósok az Elveszem Banks. Banks, az Elveszem Bank előtt, és ezzel a képpel búcsúzunk. Ti is csináljátok ezt, cselekedjetek, legyetek győztesek, és álljatok a bátrak közé. Csak így lesz megoldás. Hajrá!